Összeültek a szekszárdi választókerület falvainak polgármesterei, hogy javaslatokat tegyenek Gyopáros Alpárnak, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak arra, hogy milyen korszerűsítéseket lehetne még megvalósítani saját községükben. Az elmúlt két évben az a 14 település több mint 80 pályázatot nyújtott be, ami pozitív elbírálást is kapott, és közel 2 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett a Magyar Falu Program keretén belül szekszárdi választókerület 14 településében. Tolna megyében eddig összesen 421 nyertes pályázatot bíráltak el, ezáltal mintegy 5,3 milliárd forintnyi támogatás érkezett a térségbe az elmúlt két évben, és közel 75 kilométernyi úthálózatfejlesztés történt, illetve történik az országnak ezen a részén. Gyopáros Alpár kormánybiztos úgy nyilatkozott, több újdonsággal is készülnek az idei évre. Imáron a vállalkozói szféra felé is nyitottunk, hiszen elindult a kisboltok, a falusi kisboltok megmentését célzó programunk, és nem csak a megmentésüket, hanem a tekintettel, hogy van ma Magyarországon valamivel több mint 300 olyan település, ahol korábban volt ugyan kisbolt, de azóta az bezárt, nem bírták a versenyt a multikkal. Azokon a településeken, ahol ma nincs bolt, ott a új boltok nyitását is támogatjuk. Emellett a falvakban működő mikrovállalkozások telephelyfejlesztését, eszközbeszerzését, vagy akár csak a működését segítő pályázati rendszert is elindítottak 25 milliárd forintos keretösszeggel. De az elmúlt két évben kiírt valamennyi pályázat elérhető lesz 2021-ben is. Folyamatosan, hogy egyrészt egy nagyon komplex, nagyon összetett a programás, és folyamatosan bővül a program, és mondom, bátran állíthatom, hogy tényleg maguk a falvak írják a programot, illetve az országgyűlési képviselőtársaimmal együtt, hiszen mi azokat a javaslatokat építjük be a programba, amelyeket ők megfogalmaznak. Tehát rájuk van szabva a program, hogyha szabad így fogalmazni. Az elmúlt két évben 12 ezer nyertes pályázatot hirdettek ki országosan, és több mint 130 milliárd forint támogatást osztottak ki a fejleszteni kívánó településeknek.